Utolsó napunk a paradicsomban. Nem esik az idő. Ja, az idő. A világ legkínosabb műsora zajlik az Youtube-on. A gyerekekben van utolsó nap itt a bonyhádi paradicsomban. Hát ez az utolsó nap, ez mindig egy kicsit ilyen álmosabb. Benne van a levegőben a búcsúzásnak a szaga, de azért még ilyenkor ki lehet használni azt, hogy még fél napig itt vagyunk. És hát amit a legjobban várunk, az a tombola sorsolás, mivel vettünk összesen 60 tombola jegyet. És hát ezt mindenki kisebb sokkal, sokként fogadta. Úgyhogy reméljük, hogy mi is nyerünk ezt-azt, nem fogunk unatkozni, ez biztos az bő egy órás tombola húzás, tombola sorsolás alatt sem. Induljunk a standra, pakoljunk ki még idén utoljára. Kérlek, mondd el, hogy ez mennyi nyeremény nagyjából? Nem követtem figyelemmel és nem számoltam, de túl sok. És kérlek, meséld el, hogy hogyan néztek rád a többiek, amikor ott a tombola sorsolás ment. Milyen? Nem szépen, nem barátságosan. Jól érezted magad a tömegben? Nem egészen, nem igazán. Egy picit kimozdultál a komfortzónádból. Enyhén szólva. Majdnem lincselés lett a vége. Véget ért az idei Völgységi Könyvfesztivál, most már csak ilyen hangulatfokozó zenék mennek a háttérben. A sátrakat minden irányban már összepakolták, vagy éppen összepakolják, és mindent a búcsú szeleleng körül. Nagyon jó volt idén is, hogy itt lehettünk, és egészen biztos vagyok benne, hogy jövőre is visszajövünk, de szerintem még több könyvvel, és majd akkor az egész családdal, gyerekkel, asszonnyal, sógornővel, nem tudom. De lehet, hogy dupla annyien plusz egy autóval eljövünk, mert egyszerűen ez a rendezvény úgy tökéletes, ahogy van. Tehát búcsúzunk a sátrunktól, ami három napig a félig meddig az otthonunká vált. Hogy érezted magad így másodszor életedben, másodszor a Völgységi Könyvfesztiválon? Jól. Jó volt? Bővebben nagyon jól. Nem, mint én tényleg jól éreztem magam így. Nagyon, én úgy gondolom, hogy nagyon jó hangulat van ennek a rendezvénynek, és olyan tényleg ez a otthonos, baráti, ilyen barátságos atmoszféra, és a környezet az tényleg rendkívüli, gyönyörű park, fákkal körülvéve a kastély, és nagyon jó hátteret biztosít az egész rendezvénynek, úgyhogy most így föltöltődve megyek vissza a szürke hétköznapokhoz. Igen. Ez tényleg nagyon, így, úgy érzem, hogy itt föltöltődik az ember, tehát így a programok is, és a könyvvár. Hát meg jó társaság volt. Jó volt a társaság is, abszolút. És baromi jó volt ez a sátor. Ez remélem, hogy jövőre is megkapjuk, igen, ezt. Igen, ez a abszolút a rendezőknek 10 pont,
szerintem 10-es skálán, úgyhogy... Jó látni, hogy évről évre fejlődik a fesztivál, ugye a harmadik alkalommal vagyunk már itt. Idén még több látogató volt, mint tavaly. Az idő félig meddig kedvezett is, meg nem is. Volt jó idő és rossz idő is, de szerintem pont jól jöttek ki az időzítések. Az áport akkor kaptunk a nyakunkba, amikor már félig meddig föl is készülhetünk rá, úgyhogy emiatt sem lehetett okunk panaszra. Volt időnk olvasni napközben, ugye én az Alancsok harmadik részével így másfél nap alatt végeztem. Van tempóban, nagyon olvasmányos a mi, úgyhogy örültem neki, hogy sikerült végre pontot tenni a trilógia végére. Jó volt, örültem, hogy itt voltunk, nagyon tetszett az egész. Nagyon jó hely, és szeretünk visszajárni. Bizony, jövünk jövőre is. Mindenképp. Úgyhogy mindenképpen, ha eddig ez nem jött volna le, vagy nem jött volna át, akkor azt tanácsoljuk nektek, hogyha el tudtok jönni akár csak egy-egy napra bármelyik évben a Bonyhádi Völgységi Könyvfesztiválra, akkor tegyétek meg, ne hagyjátok ki, tapasztaljátok meg ti is ezt a kellemes élményt. Illetve hát bármikor, ha Bonyhádon jártok, vagy Bonyhád környékén, akár a Völgységi Könyvfesztivál ideje alatt, akár nem, szálljatok meg a Kollerpanzióban, egyetek ott egy jót, ismerkedjetek meg a személyzettel, mert nagyon érdemes, és gyertek el a Perccel kertbe, és nézzetek körül, tehát ennyit tudnék nektek mondani. Minden jót, sziasztok!